Ez a 2% is 2000 kilakoltatást jelenthet, ami megítélésünk szerint viselhetetlen, tehát erre egy átgondoltabb, jobb megoldást kellene hozni. A másik, ami hiányzik ebből az előterjesztésből, az az eszköztelen eszközkezelő, mert jelen állapotában ez az eszközkezelő csak címekbe létezik, ténylegesen nem jelent megoldást még abban az összefüggésben sem, amit önök hirdettek, hogy aki nem tudja törleszteni a hitelét, attól majd az eszközkezelő árt vállalja, és szociális bérlakásként utána használhatja, tehát nem kerül az utcára. Erre vonatkozóan ez az előterjesztés semmit nem tartalmaz. A 2%-os korlát, illetve ezt követően a növekvő mértéke 3, illetve 4%-ra pusztán azt a célt éri el, hogy a bankok számára ne okozzon egy áresést a piacra kerülő túl sok végrehajtás, tehát véletlenül se a devizahitelesek védelméről van szó, mint ahogy önök hirdetik, hanem a bankok védelméről. Hiányzik továbbá az előterjesztésből a Nemzeti Bélrakás Program, ugyanis nem csak az eszközkezelőnek lenne lehetősége, ha eszköz biztosítanának számára, hogy lakásokkal gazdálkodjon, hanem szükség lenne egy nemzeti bérlakás program, és szükség és lehetőség lenne egy nemzeti bérlakás program beindítására, ugyanis csak Budapesten több mint 20 000 üres lakás van. Tehát amikor önök arról szőlnek álmokat, szerencsére ezt még nem írták ide le, hogy majd zöldmezős beruházásba ilyen farmergazdálkodást megvalósítva próbálnak könnyűszerkezetes lakásokkal segíteni egyeseknek a lakhatásán, akkor nem reálisan gondolkodnak. Sokkal reálisabb lenne a meglévő nemzeti lakásvagyonnal foglalkozni, és mondjuk nem a MOL paket kétséges megvásárlására fordítani azt az 500 milliárdot, amit meg lehetne mozgatni a devizahitelesek megsegítésére. Lehet mondani, hogy ez egy burkolt bankkonszolidáció lenne. Valóban az lenne, de ma Magyarországon nem hiteleznek a bankok, lakást legkevésbé sem hiteleznek, és azzal, hogyha ezt az 500 milliárdot önök valahogy bevinnék ebbe a vérkeringésbe, tehát megoldanák azt a problémát, hogy ne legyen eszköztelen az eszközkezelő, akkor valóban tudnának segíteni a devizahiteleseken. Ez a rögzített árfolyam, amit most beterjesztenek ebbe a törvényjavaslatba, ez valójában egy csapda. Aki ezt most elfogadja, annak 2015-ig gyűlni fog a különbözet egy elkülönített számlán. A mai árfolyam trendek szerint ez 2015-től több mint 270 forintos svájci frank árfolyamnak megfelelő törlesztést jelent, ami hasonlítsuk össze, hogyha most nem tudják a jelen árfolyam mellett fizetni a hiteleket, akkor 3 év múlva jelente ez megoldást. Tehát ez egy olyan átütemezés, ami szintén csak a bankoknak jó. És még szeretnék szólni arról a önök által elszenvedett kárról, amit szintén nem oldanak meg a jelen előterjesztéssel, hogy az elmúlt évben háromszor döntötték be a forintnak az árfolyamát. Először volt szerencséje Kósa Lajos úrnak, hogy a görög válsággal hozta összefüggésbe Magyarországot. Messze nincs Magyarország olyan helyzetben, viszont a forint árfolyama elszállt. Ezt mind megsínlették a devizahitelesek, hogy olyan előterjesztést kellene hozni, ami erre mind megoldást hoz, és nem ilyet, mint most. Tehát nem támogatjuk az eltérést. Sejrin Gábor úr is jelentkezett az LMP részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen. Sok mindent elmondtak már előttem szóló képviselőtársaim. Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy nagyon sok alapvető problémánk van a vonatkozó javaslattal, azonban még mindig jobb, mint a semmi, úgyhogy a társadalmazatba vételt és a házszabálytól való eltérést azt támogatni fogjuk. Ugyanakkor magát az egész ötletet és az egész koncepciót azt egy meglehetősen nagy blöffnek tartjuk, és semmi másnak. Egy év alatt nem nagyon jutottak tovább, mint hogy azzal rukoljanak elő, hogy a
lakáshitelezéssel kapcsolatos kockázatokat jobb lesz, hogyha a következő kormány nyakába varják, addig pedig befagyasztják a devizahiteleket. Ez nem egy túl kreatív megoldás, az eleganciájáról nem is szólva. Nem sikerült semmit sem mondaniuk arról, hogy a kamaton kívül semmilyen költséget ne lehessen elszámolni a bankoknak. Továbbra is szabad keze van a bankoknak, hogy a kamaton kívül is terheljék a hitelfevevőket. Nem tettek meg sokat annak érdekében, hogy az előtörjesztésre képes lakáshitelesek, illetve devizahitelesek tudjanak érdemben előtörleszteni. Ez nagyon fontos lenne, nagyon sokan szeretnének ezzel a lehetőséggel élni, ugyanakkor a szabályozás, illetve a költségek ezt továbbra is megnehezítik. Itt vannak az egészen felháborító közjegyzői díjak, továbbra is gyakorlatilag szabályozatlan a közjegyzői díjaknak a kirovása. Mi több helyütt javasoltuk azt, hogy ezt csökkentsük, illetve a bankok vállalják ennek a díját szerződésmódosítás esetén. Nem történt meg ez sem. Javasoltuk azt is, hogy egy védett számla keretében biztosítsuk azt, hogy azok, akiknek már nehéz helyzetben vannak, és a bankok leemelnék a számlájukról oda befolyó összegeket, ezt ne tehessék meg, legyenek bizonyos alapvető jövedelmek mindenképpen a hitelfelvevői, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vannak. Ezeket nem látjuk, úgyhogy koncepcióban egy elhibázott javaslatnak tartjuk ezt, ugyanakkor nem szeretnénk önöket megakadályozni abban, hogy legalább minimális lépéseket megtegyenek. Köszönöm szépen. Most a Fidesz részéről Rogán Antal képviselő úr következik. Szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném azzal kezdeni, hogy az a probléma, amit meg kell oldanunk, az a előző kormányok, nevezetesen a Magyar Szocialista Párt és a Szabaddemokraták már jelen nem lévő pártjának a kormányaként kialakított probléma, akik egész egyszerűen azt csinálták 2002-ben, hogy megszüntették a forint alapú támogatott lakáshiteleket, és nem csak, hogy belekényszerítették, hanem szabályosan ösztönözték az embereket arra, hogy belevágjanak olyan devizahitelekbe, amelyek hihetetlen mértékű kockázatot hordoztak magukkal. Közép-Európa több más kormányával ellentétben az MSZP-SZDSZ előző kormányai több mint 6 éven keresztül semmit nem tettek azért, hogy ezeknek a hiteleknek az elterjedését korlátozzák, vagy akár megakadályozzák. Az előállított problémát most, 2010 után nekünk itt ebben a parlamentben kell megoldani. Tisztelt képviselőtársaim, szeretnék arra is kitérni, hogy szocialista képviselőtársaim itt nehezményezték, hogy sor kerül majd a részleges feloldására a kilakoltatási moratóriumnak. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az előző szocialista kormány április 15-én, 2010 április 15-ével gyakorlatilag ezt megszüntette. Tehát ha önökön múlott volna, és a mostani kormány nem vezette volna be, nem hosszabbította volna meg a moratóriumot, akkor mindenkit kilakoltathattak volna az elmúlt egy esztendőben. A mostani kormány intézkedésére volt szükség ahhoz, hogy erre ne kerülhessen sor. A moratórium meghosszabbításakor világossá tettük, hogy az csak egy ideiglenes intézkedés, hiszen nyilvánvaló, a hiteleket előbb-utóbb valamilyen formában vissza kell fizetni. Azt gondolom, hogy az országgyűlés elé került megoldási javaslat a sok szempontból előremutató. Egyik oldalról valóban érdemi lehetőséget jelent gyakorlatilag minden olyan devizahitelesnek, akinek a devizahitelére valamilyen lakás jelzálog jelenti a fedezetet. Ők ugyanis mindannyian igénybe vehetik az árfolyam rögzítés megoldását, ami nem csak azt jelenti, hogy a jelenben fog csökkenni a törlesztő részletük, hanem valóban kiszámíthatóvá teszi a törlesztő részletet több mint 4 esztendőre. Ami azt gondolom, hogy egy óriási előrelépés, az elmúlt másfél-két esztendő egyik legnagyobb problémája pontosan az volt, hogy a családok túlnyomó többsége nem tudott kalkulálni azzal, hogy januárban ekkora a törlesztő részlet, decemberben pedig már másfélszer akkora. Ehhez képest 2015-től messze nincsenek olyan kockázatok, mint amiket itt képviselőtársaim közül többen is elmondtak, hiszen ez a törvényjavaslat is világossá teszi, hogy egyébként 2015. január 1-ével maximum 15%-kal nőhet meg a törlesztő részlet a decemberihez képest. Tehát ennyiben is egy kiszámíthatóságot és biztonságot hordoz magában az önök elé került törvényjavaslat. Azt gondolom, hogy a kilakoltatási moratórium korlátozása, egyrészt a megnyitása csak nagyobb értékű lakáshiteleknél, a kisebb értékű lakásoknál pedig szociális alapú megoldást nyújthat a nemzeti eszközkezelő, ráadásul ehhez egy kilakoltatási kvóta is kapcsolódik, ami lehetővé teszi, hogy a kormány a rendelkezésre álló anyagi eszközök szűkös volta ellenére is tudja kezelni
a nehezebb sorsú, alacsonyabb lakáshitelekkel rendelkező, szociálisan rászorult emberek problémáját. Tisztelt képviselőtársaim, meggyőződésem, hogy egy komplex megoldáscsomag került az országgyűlés elé, mármint azok az elemei, amelyek egyáltalán törvényi döntést igényelnek. Mert például a nemzeti eszközkezelő létrehozása ilyen törvényi döntést egyébként nem igényel. Ami pedig LMP-s képviselőtársaim felvetéseit illeti, én azt gondolom, azok közül több olyan is van, amivel foglalkozhat a ház, bár önmagában nem igényelnek törvényi szabályozást, például a közjegyzői díjak tekintetében. Attól még megvan bennünk a nyitottság arra, hogy itt is egy szabályozás lépjen életbe, hiszen én egyetértek abban, hogy akkor, aki az árfolyam rögzítéses megoldást választja, hogy nyilvánvalóan módosítani kell a hitelszerződését, ehhez közjegyzői díjat szerintem sem lenne szabad felszámítani. Az ezzel kapcsolatos szabályozást azt a kormánynak kell elkészíteni, de ha akarja, az országgyűlés a döntésével ösztönözheti is ezt. Én azt gondolom, hogy erre a megoldási lehetőségre sok százezer devizahiteles vár, ezért van szükség a sürgős tárgyalásra, és ezért kérném a Fidesz frakciója nevében is a parlament minden frakciójától, beleértve a szocialistákat is, hogyha már eddig nem kínáltak megoldási lehetőséget 2010 előtt, akkor legalább ezt támogassák itt a parlamentben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, most tehát a határozathozatal következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelenlévő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez a TPER 3498/1-es számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a ház 303 igen szavazattal, 42 nem ellenében tartózkodás nélkül a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Az előterjesztés együttes általános és részletes vitájára a holnapi napon kerül sor. Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra a elnöki jogkörömben teresztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak. Most a napirend kiegészítését kezdeményező javaslatokról döntünk. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi 34. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi 69-es törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000 évi 128-as törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 138-as törvény módosításáról szóló TPER 3481-es számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon, részletes vitájára bocsátásra és részletes vitájának lefolytatására a szerdai ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Az előterjesztés általános vitájára ma a határozathozatalokat követően első napirendi pontként, a részletes vitára bocsátásra holnap 8:45-től, a részletes vitára ugyancsak holnap a TPER 3414-es számú törvényjavaslat tárgyalását követően kerül sor. Tisztelt Ház! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzs részvényeinek magyar állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló H/PER 3490-es számú országgyűlési határozati javaslat és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169-es számú TPER 3489-es számú törvényjavaslat együttes általános vitájára a lezárásig a keddi ülésnapon, a részletes vitára bocsátásokra és a részletes viták lefolytatására a szerdai ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége
a javaslatot elfogadta. Az előterjesztések együttes általános vitájára ma a TPER 3481-es számú törvényjavaslat tárgyalását követően a részletes vitára bocsátásokra holnap 8 óra 45 perctől a részletes vitákra holnap ugyancsak a TPER 3481-es számú törvényjavaslat tárgyalását követően kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Az LMP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló TPER 30-as számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfeleméssel jelezze, kérem. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot nem támogatta. Tisztelt Országgyűlés, az LMP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályáról szóló 46/1994-es országgyűlési határozat módosításáról szóló H/2643-as számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elutasította. Tisztelt Ház! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Rákóczi Szabadságharc emléknapja megünnepléséről és a 2013-as év második Rákóczi Ferenc és Rákóczi Szabadságharc emlékévéről szóló H/3044-es számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló TPER 3522-es számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig mai ülésnapon kerüljön sor. A házbizottság mai ülésén megfogalmazódott egy javaslat annak érdekében, hogy a házszabálytól való eltéréssel a módosító javaslatokat pénteken 12 óráig lehessen benyújtani. Először most a napirendi kiegészítésről határozunk, majd a házszabálytól eltérést teszem fel szavazásra. Aki tehát a napirend kiegészítéssel egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Az előterjesztés tárgyalására ma utolsó napirendi pontként kerül sor. Most felkérem Lenhardt Balázs jegyző urat, ismertesse a házszabálytól való eltérésre előterjesztett indítványt. A TPER 3522/1-es számú javaslatában azt kezdeményezi az Országgyűlés elnöke, hogy az Országgyűlés az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy módosító javaslatok benyújtására pénteken 12 óráig legyen lehetőség. Tisztelt Ház, megkérdezem, kíván-e élni valamelyik képviselőcsoport a felszólás lehetőségével? Schiffer András frakcióvezető úr jelentkezett elsőként. Parancsoljon! Köszönöm. Ezt a házszabálytól való eltérésre tett javaslatot azért támogattam magam is a házbizottságban, mert ugyanaz elmúlt heti zárószavazás előtti módosító óta már nem nagyon éri meglepetés az embert, amikor ugye a képviselői javadalmazásról szóló törvénymódosításhoz voltak szívesek beterjeszteni a szervezett gázpiacra vonatkozó teljes, komplett új törvényi szabályozást, de azért ami sok, az sok. Ma az Alkotmányügyi Bizottságra úgy jött be egy olyan előterjesztés, ami átfogóan módosítja a büntetőeljárási törvényt, és elég komoly módosításokat eszközöl a polgári perrendtartáson, hogy a bizottság kormánypárti tagjai, akik megszavazták azt, hogy az Alkotmányügyi Bizottság a nevére vegye ezt a javaslatot, gyakorlatilag az ellenzéki képviselőkkel együtt ott ismerkedtek a törvényjavaslattal, és hogy mondjam, a kormány képviselője sem a tőle megszokott rutinnal reagált a törvényjavaslatról a bizottsági ülésen. Feltehetően ő sem tudta kellő mélységben elsajátítani ennek a törvényjavaslatnak a rejtelmeit. Ez a törvényjavaslat alapvető jogok korlátozásáról szól. Alkotmányban, illetve az új alaptörvényben biztosított alapvető eljárási jogosítványokat korlátoz.
megengedhetetlen az, hogy ilyen törvényjavaslatot úgy tárgyaljon a ház, hogy sem az ellenzéki, sem a kormánypárti képviselők erre tisztességgel nem tudnak felkészülni. Így ez a mai általános vita, ez gyakorlatilag a parlamentarizmus megcsúfolása. Ugyanakkor, miután maga a kormány képviselője és egyik kormánypárti képviselőtársunk is a bizottsági ülésen jelezte, hogy ennek a törvényjavaslatnak van olyan pontja, amelyik súlyosan sérti mind a hatályos alkotmány, mind pedig az új alaptörvényt, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy legalább valamennyire menteni lehessen a helyzetet, szükséges az, hogy a módosító javaslatoknak az elkészítésére és benyújtására, érdemi frakción belüli szakmai szervezetekkel történő megvitatására legyen egy észszerű idő. Tekintettel arra, hogy érdemben a frakciók is ki van zárva, hogy meg tudták volna tárgyalni ezt a törvényjavaslatot, ezért tartom egy észszerű felvetésnek azt, hogy legalább e hét péntekig legyen arra lehetőség, hogy ezt a kormány által is aggályosnak minősített törvényjavaslatot legalább valamennyire, hát hogy mondjam, az alkotmány és az új alaptörvény keretei közé lehessen terelni. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr következik a Jobbik részéről. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház. Messze menőkig egyetértek Schiffer András képviselőtársammal. Ez botrányos dolog, ami történt ma az Alkotmánybíróságon. Én azt gondolom, hogy ilyen súlyos eljárási garanciákat